Mint ahogy már korábban beszámoltunk, Nyírtorát is érinti a Magyar Közút topos útfelújítási programja. Két szakaszon több mint 10 kilométeren javulhat a közlekedés biztonsága jelenlegi zajló fejlesztéseknek köszönhetően. A településen azonban más forrásból is megújulnak utak, a munka már tavaly elkezdődött. Ez két a utcát érintett, nyilván a Sport utcát, ami a focipálya mellett és az Aranyos utcát köti össze. Egy másik a Dózsa és a Táncsics között lévő utcánkat köti össze, ez egy 350 és 270 méteres út tudott új burkolatot kapni, és Nyírtorát Libabokor település résztel összekötő útunk itt folyamatban van, az már végstádiumban van az a beruházás, ez tavaly tavasszal indult, és szélesítés és teljes aszfalt réteget kapott. Egyik egy, mondtam, magyar faluból, a másik pedig vidékfejlesztési program által támogatott beruházás. A tavalyi év fejlesztései közé sorolta még a község polgármestere a helyi művelődési ház bővítését. A létesítmény elé épült egy új rész. Emellett parkolókat is kialakítottak. Idén egy az önkormányzat által nemrég megvásárolt, régi ingatlan rendbetétele van terítéken a további tervek mellett. Járdára kaptunk forrást, a Start programból pedig egy olajütőt fogunk beindítani most egy másfél-két hónapon belül, amelyen hidegen sajtolt olajakat tudunk elváltani, és a közmunkások értékteremtésének egyik programjának a része. A másik programban pedig kardonos uborkát termelünk immáron vagy 6 éve. A település vezetője hozzátette, idén is több pályázatot nyújtanak be, és bíznak azok sikereiben, Nyírtura további fejlődése érdekében.